szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. A nyári szünet végeztével Salgótarjánban is több ezer diák ült vissza az iskolapadba, az oktatási intézmények környékén pedig újra megnövekedett a forgalom. A balesetek elkerülése és a gyermekek megóvása érdekében a szokottnál is fokozottabb figyelemre van szükség a közlekedés során. Erre kér mindenkit a Nógrád megyei Balesetmegelőzési Bizottság is. Becsengettek, a Nógrád megyei általános iskolákban is megkezdődött a 2021-2022-es tanév. Az idei évben is a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság a polgárőrséggel együttműködve demonstratív rendőri jelenléttel készül azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a megnövekedett forgalom miatt fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsék meg az oktatási intézmények környékét. Nagyon fontos felhívnunk a szülők figyelmét, hogy célszerű ezen időszakban 5-10 perccel korábban elindulni otthonról, hogy az esetleges torlódásokat, illetve forgalom fennakadásokat elkerüljék. A gyermekekre azonban nem csak az utcán, hanem ha autóval viszik őket az óvodába, iskolába, akkor a gépjárművön belül is vigyázni kell. Megfelelő gyermekbiztonsági rendszert kell használni a kocsiban, és a biztonsági övőket is mindig be kell kapcsolni. Kérjük a gépjárművezetőket és a szülőket is, hogy főként az oktatási intézmények környékén a megállási és várakozási szabályokra fokozottan ügyeljenek. Amennyiben gyermeküket autóval szállítják az iskolába, akkor célszerű a gyermeknek a járda felőli oldalon kiszállni a járműből. Azt is fontos kiemelnünk, hogy a gyermeknek olyan iskolatáskát, tornazsákot válaszunk, ami láthatósági fényvisszaverő szalaggal vagy pánttal van ellátva. Nagyon fontos kiemelnünk azt is, hogyha a gyermekünk busszal, vonattal jár iskolába, akkor célszerű ezeket az útvonalakat, ami a buszállomásig, vonatállomásig tart, végigjárni a gyermekkel és a közlekedési szabályokat begyakoroltatni vele. Mindenkinek biztonságos tanévkezdést és tanévet kíván a Nógrád megyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága. A balesetek megelőzése mellett az is fontos, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, milyen óvintézkedések betartásával kerülhetik el, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak a tanév során. Szeptember 1-ével ismét becsengettek az iskolákban, és a gyerekek már a tantermekben ülnek. Ez számukra és a szülők számára is újabb feladatokat, nagyobb odafigyelést igényel. Fontos, hogy megbeszéljék előre, melyik útvonalon mehetnek haza, és hogy arról nem térhetnek le, csak akkor, hogyha ezt a szülőkkel előre egyeztették. Az iskolába csak olyan értékeket, olyan műszaki eszközöket vigyenek, amik feltétlenül szükségesek a nap folyamán, illetve amennyiben készpénzt visznek magukkal, azzal ne kérkedjenek, nem utassák meg másoknak. Az értékeiket mindig a táskájuk belső zsebébe, lehetőség szerint elzárva tárolják. Amennyiben a jó időt kihasználva valaki az iskolába kerékpárral érkezik, azt mindig rögzítse le, és a lecsatolható részeket, kilométerórát, sebességmérőt vegyék le, azokat a táskába helyezzék el. A Nógrád megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya gondtalan iskola kezdést kíván.